Hagyományos koncert a Flash központban, nemzetközi tanári hangversenyt szervezett a Mosonyi Zeneiskola. Szentmise és bál, felkerültek a piaristás szalagok. Idén is színjátszó találkozó, 28. alkalommal várják a csoportokat. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Hagyományos nemzetközi tanári hangversenyét szervezte meg péntek este a Mosonyi Mihály Zeneiskola. Az eseményen felléptek a stokkeraui, a somorjai és a Moson-Magyaróvári zenetanárok. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én. Kölcsei ugyanis ezen a dátumon tisztázta le költeményét, amelyet aztán Erkel Ferenc zenéjével Magyarország nemzeti himnusza lett. Farkas Mihály megnyitó beszédével vette kezdetét péntek délután a Mosonyi Mihály Zeneiskola hagyományos nemzetközi tanári hangversenye. Az intézmény minden évben a Magyar Kultúra Napjához szorosan kapcsolódóan szervezi meg a koncertet, ahol idén a stokkeraui, a somorjai és a moson-magyaróvári tanárok léptek színpadra, és amire minden érdeklődött, sok szeretettel vártak. Bárki bejöhet, mindenki meghallgathatja a koncertet, és akinek kedve van, az még támogathatja is a zeneoktatás alapítványt, amiből későbbiek során hangszereket javítunk, utazunk versenyekre, ilyen hasznos célokra költjük ezt a pénzt. A Mosonyi Zeneiskola kapcsolata 28 évvel ezelőtt indult az ausztriai stokkeraui zeneiskolával, a szlovák somorjával 2000 óta ápol partner kapcsolatot az intézmény. A partneriskolákat minden évben meginvitálják Moson-Magyaróvárra, idén összesen 22 tanár lépett színpadra, hogy a kamarazenétől a könnyű zenén át a klasszikusig csendüljenek fel darabok. Az idei évben igazi különlegességek is helyet kaptak a koncerten. Nem utolsó sorban pedig volt, aki külön köszöntötte a zeneiskola igazgatóját, majd pedig közös produkcióval léptek színpadra a közönség nagy örömére. Ahogy az oktatási intézményekben, úgy a Mosonyi Zeneiskolában is hamarosan véget ér az első fél év, de a jövőben is színes programokkal, koncertekkel, tanári és növendékhangversennyel várnak minden érdeklődőt. Szombat délután szentmise keretei között tűzték fel a végzős piarista diákokra a szalagokat. A tanulók az eseménnyel még egy lépéssel közelebb kerültek a végső megmérettetéshez. Az évközi harmadik vasárnap előestéjén, szombat este szentmise keretében köszöntötték a piarista iskola végzős diákjait az intézmény kápolnájában. Ezúttal ugyanis az utolsó éves növendékek kapták meg szallagjaikat. A szentmisét Verebb Zsolt celebrálta, aki hasznos tanácsokkal látta el a fiatalokat. Titeket is hív, titeket is fölkészít, talán ezen iskolás évek alatt, valami hallatlan izgalmas feladatra. Fölkínálja magát, az ő barátságát, és azt kéri, hogy az ő követségében járjatok előtte. Verebb Zsolt a szentmisén elmondta, a végzős diákokat imádsággal kísérik életük ezen jelentős szakaszán, és a tanárokat, családtagokat és iskolatársakat arra kérte, tiszta lélekkel segítsék a tanulókat. Az igazgató hozzátette, az elkövetkezendő időszakban több megmérettetés is vár a fiatalokra, amire az iskola és a tanárok közösen igyekeznek felkészíteni a diákokat. Neked küldetésed van, nem tőlem, az Úrtól. Attól az Úrtól, aki ide hívott, az most majd téged küldeni fog. Akár az egyetemre, akár a leendő munkahelyedre,
amerre visz téged az élet, küldetésed lesz, küldetésed van. A Szentmise keretein belül aztán felkerültek a szalagok is, amit az egyetem dísztermében egy bál keretein belül ünnepeltek meg diákok és tanárok közösen. Idén is megszervezi hagyományos színjátszó találkozóját a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület. A csoportok jelentkezését egészen március 31-ig várja a szervezet. Évek óta nagy sikernek örvend a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület által szervezett Moson megye színjátszó találkozó. A szervezet 1990 óta rendezi meg az eseményt, így idén már 28. alkalommal várják a lelkes csoportokat. Kezdetben egy megyei jellegű rendezvény volt, és ez nőtte ki a mai napig magát egy országos nemzetközi rendezvényé, hiszen idén már 28. alkalommal hirdetjük meg a találkozót, ami május 11-től 13-áig a Flesch Károly Kulturális Központba kerül megrendezésre. A rendezvény célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a színjátszó csoportoknak, akik akár országos minősítést is szerezhetnek. Emellett pedig fontos feladata a tapasztalat szerzésének és a cseréjének biztosítása, valamint a külföldi kapcsolatok ápolása. A találkozóra bármelyik kárpát-medencei magyar anyanyelvű gyermek, diák és felnőtt amatőr színjátszó együttes jelentkezhet. A nem versenyjellegű rendezvényen műfaji, tematikai megkötés nélkül mutatható be átlagos technikai igényű színpadi produkció. A szervezők szerint több oka is van a találkozó sikerességének, többi között a stabilitás. Erre a találkozóra bizton lehet számítani. Másrészt az is jelentős, hogy mi az egészen kezdő csoportokat is szívesen látjuk, szívesen fogadjuk, tehát nincsenek olyan elvárásaink, hogy előzőleg megszűrnénk a csoportokat. Akik az időkeretünkbe beférnek, azokat szívesen látjuk. Nem utolsó szempont az se, hogy nevezési díj nincsen, és az itt tartózkodás költségeit, szállás, étkezést vállaljuk. Az amatőr színjátszó csoportok március 31-ig az erre a célra szolgáló űrlappal jelentkezhetnek. A jelentkezési lapot postán a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület címére, vagy e-mailben az infókukat movarkultura.hu címre kell visszajuttatni. A magyar himnusz születésnapja január 22-e, 1989 óta a magyar kultúra napja. Ez alkalomból országszerte, így városunkban is színes programokkal készülnek. Hétfő délután a hagyományos Magyar Kultúra Napi műsort szervezték meg a Fehérló Közösségi Házban. Elsőként dr. Iváncsics János alpolgármester mondta el ünnepi köszöntőjét, majd átadták a Mosonmagyaróvár város kultúrájáért díjat, amit idén a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Szent Krisztina kórus vehetett át. A polgármesteri elismerő oklevelet idén Vizsi Ferenc író kapta. Az eseményről bővebben keddi híradónkban számolunk be. A felkészülési időszak alatt egyetlen alkalommal játszik itthon edzőmérkőzést az EUFIR Mosonmagyaróvár. A szurkolókat január 23-án, kedden az NB1B keleti csoportjában vitézkedő Szent István SL csapata elleni meccsre várják. A találkozó 18 órakor kezdődik az UFM arénában, a belépés díjtalan. Röviden a keddi időjárásról. Az előrejelzések szerint főként a dunántúli tájakon várható csapadék, havazás, havas eső, ónos eső formájában. Délutántól egyre több felé megszűnik a csapadék, akár a nap is kisüthet. A hajnali fagyot követően napközben plusz 5 fokot mérhetünk térségünkben. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Bognár Róbert, az EUFIR Mosonmagyaróvár vezetőedzője. Ezután válogatást nézhetnek meg archívumunkból. Friss hírekkel legközelebb kedden 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!